Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Megjelent a Rolls-Royce Droptail, amiből mindössze 4 darab készül majd, és hát autóként nem annyira veszélyesen érdekes, de órás szempontból kifejezetten az. Úgyhogy aki itt a jobban, Ligetfalvi Viktor, vele már találkozhattatok a chronometer.hu-n, ahova remek órás cikkeket ír, valamint az őszintén órákról vlog sorozatban. Podcast vagytok? Vlog vagyunk. Vlog sorozatban, ahol Bredán Dáviddal az óraipari újdonságokat meg furcsaságokat beszélik ki. Heti, havi rendszerességgel? Heti, minden szerdán 19 óra 30-kor. Így van, menjetek át, rendkívül szórakoztató és nagyon-nagyon érdekes az órás világ, ahogy ők tálalják. És azért hívtam meg Viktort, hogy jól megdumáljuk azokat az órákat, amiket ezekbe az autóba építenek, mert a tervezett 4 darabból már 2 kész van, még nyilván egy kicsit szó lesz az autókról is. Viktor, segíts nekem! Nem tudom, mit gondolja. Azt mondja a Rolls, hogy az elmúlt 70-80 évből ez az első roadsterük, és ugye mi MX-5-ös körökből ismerjük egymást, mert most az MX-5-öt ennek berakod a csomagtartójába. Én azt érzem, hogy még mielőtt bármit is beszélünk róla, át kell szellemülnünk egy olyan pozícióba, amiben nagyon nehéz lesz, hogy korlátlan mennyiségű pénzed van. Na, hogyha ez megvan, és már kiélted minden fázisát annak, hogy mire költenéd a korlátlan pénzt, és eljutottál egy ilyen furcsa, nem mondanám apátiának, de egy olyan pontra, amikor már tényleg az utolsó lépcsőfokot keresed ahhoz, hogy prezentáld még magadnak is, hogy mennyire gazdag vagy, akkor ez egy tökéletes autó. Roadster, de most ismerjük azokat, hogy miért négy személyes egy csomó kupé. Azért megvédeném ezeket a járműveket, tehát amikor egy autó 6 méter és 2,5 tonna, akkor az azért két ajtóval is tudnak élhető méretű hátsülést csinálni. Sőt, ennyiből szerintem már 7 üléses autók is vannak. Vagy egy mi a Dacia-nak a Loggia. A Loggiból is beszögelném azt az Audemars Piguet órát. Azt biztos gondoltam, hogy megtennéd ezt, de a biciklidre is felraknád. Arra gondolok, hogy a luxushoz hozzátartozik a nagyzolás, és az, hogy ne szűkölködhessél, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb tér áll rendelkezésedre, annál jobban nyomatékosítja, hogy luxus. Ami eszembe jutott róla, az a Chris Craft motorcsónakoknak, a legendás fával borított motorcsónakoknak az old money eleganciája. Amire ránézek, és akármelyik ország tópartján látom, tudom, hogy az ott egy borzasztó gazdagságnak a vízparti jelképe. Olyan, mintha egyébként, hogyha megnézed a képet, akkor olyan, mintha egy Chris Craft belement volna hátulról ebbe. Ez egy kicsit ilyen, ami képen nézed, akkor tényleg azt érzed, hogy ez egy ilyen finom léges autó, és mikor odalépsz mellé, akkor viszont azt érzed, hogy rád dől picsába. Ez pont nincs még 3,5 tonna, ugye? Nincs, ilyen 2,5 tonna környéki értékeket találtam. Voltam egy óra bemutatón Bécsbe, és ott küldtek sofőrt, mert a svájciaknál ez így érik. Hál' Istennek a legújabb emelcivel jött. Viktor flexel perceinket láttak. Igen. Jó, most az elmúlt 3 évből van egy élményem. Tehát. Na, és küldték a legújabb MRC-t, és egészen meglepő élmény volt, nagyon tetszett. Viszont mondta a sofőr, beszélgettünk egy picit, hogy az is ilyen 2100-2200 kiló. 2100 kiló körül van. Ahhoz képest egy ilyen 6 literes... Autók, de ezek, mild hybrid. Volt mild hybrid, tehát meg van a Vitarában is. Fia, ha már tudjuk azt, hogy a Bentayga egyébként egy Touareg, ami egy Kodiak, akkor szerintem... Na, a Touaregnek semmi köze a Kodiakhoz. A Kodiak keresztül. Igazad van. A Touareg hosszmotor. Igazad van, bocsánat. Akkor a Bentayga egy Touareg, a Kodiak pedig egy jó autó, amiben sokkal több a hely, mint a Bentaygában. Magyarul a Bentayga is egy jó autó. Nem. Hát annyira rossz volt. Irgalmatlan csalódás volt, egy ilyen krómba fröccsentett Q7-es Audi, az mindegy is. Nekem azt tetszik nagyon benne, hogy végtelenül elegáns, és végre a Rolls-Royce-nak megmutatkozik az a fajta személyre szabhatósága, ami akkor, amikor 30 milliókért vannak már a fantomok a használt autón, akkor azt egy picit úgy érzed, hogy elmosódott. Nem biztos, hogy van most 30-ért, de tudom, hogy életem során már láttam annyiért. Igen, lehet, hogy a földön húzza a hasát, mert a légrugói eldurrantak. Nem számít. De akkor is egy rossz. Most tegyük félre azt, hogy teljesen feleslegesen nagy, hogy biztos a csomagtartója is kicsi egyébként, hogy a hűtőbe csak 2 pezsgős pohár férbe, tehát ha az egyiket összetöröd, nincs tartalék. Én tudom, igen, hogy bot... nagyon szeretném rámerülni az órákba, de először tisztázzuk, hogy mi ez. Ez egy coach build. Ugye régen a coach build-erség az ugye azt jelentette, hogy vettél egy rossz alvázat, amihez volt egy hajtáslánc, 4 kerék, futómű, majd elvitted egy karosszériás műhelybe, ahol a te igényeidre szabottan csináltak rá egy kasznit, például parkort. Most ez tér vissza valamilyen szinten. Egy kicsit nehezebb, meg könnyebb dolgok is van a gyártóknak, mert coachbuilder műhelyek már nem nagyon léteznek, ellenben az aktuális platform stratégia az lehetővé tesz bármit és akármit. Van ugye a Rolls-nak egy padlólemeze, nevezzük így, egy platformja, amit úgy hívnak, hogy Architecture of Luxury. Tényleg.
Ez a neve. Tehát a Volkswagennél MLB. Itt meg luxury. És ez az autó nem az. Tehát nekem ez úgy tűnt, hogy a szabvány BMW V12, meg a 8 sebességes ZF váltó és a meglévő futómű köré terveztek egy szép doboz, de nem. Az architecture luxury az ugye egy könnyű fém térváz, space frame. Igen. Ezzel szemben ez itt egy acélból, alumíniumból és szénszálból épített monokok, vagyis egy önhordó vászszerkezet, ami nekem nagyon furcsa, de hogy ez tényleg egy különleges valami. A motor az tényleg az N74B58, ez egy N-es motorkódú BMW benzinmotor, nagyjából 2008 óta létezik. Szóval akkor ez egy 7-es kabrió igazából. Ha nagyon gonosz akarnék... Megvan, ennyi. Szerintem ezt lelepleztük. Ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor ezt mondanám, de a BMW-t nem tudsz venni 6750 köbcentis motorral. V12 biturbo, nyilván 600 lóerő, 800 Nm, és azért 5 alatt megugrik 100-ra, mintha számítana. Azért Abramovics jachtja mellett ott várakozni el tudnád képzelni, mert most már nem, de pár évvel ezelőtt még az passzolt volna szerintem. Igen. Az autóból tehát 4 darab készül, kettőnek a specifikációit ismerjük, és mind a kettőbe különleges óra került, ám az egyikbe egy kevésbé különleges óra. Kérlek, induljunk innen. Most az is különleges. Ugye az egyikbe egy Audemars Piguet került, ami amúgy egyedi óra, és azért próbálok ügyesen fogalmazni, ez mert... Ez egy Royal Oak, és nekem az egyetlen problémám ezzel a Royal Oak-kal. Ez egy picit commerce-nek számít a nagyon különleges órák között, nem? Igen, de nem is azért, hanem azért, mert az Audemars Piguet egy elég régi márka, aminek rengeteg különböző kollekciója volt, és aztán az évek során úgy alakult, hogy ebből az egészből a 70-es években indult Royal Oak az, ami igazán népszerű lett. Tehát ez a hány szögletű, 1, 2, 3, 4, stop tábla. 7, 8, 8 szögletű acéltok, jellemzően acél van, fehér aranyból, mindenből van. Ez a jellegzetes kívülről ezek az átmenő csavarok, stb. Ez lett az egyik legnépszerűbb ilyen acél luxus sportóra, és ez ennek is indult. Tehát ez az egész Royal Oak, meg ennek a jelensége, ez egy Gerard Genta nevű óra tervezőtől indult, aki utána még nagyon sok mindent tervezett, de mindegyik nagyon hasonlít erre. Tehát elég jellegzetes, mint minden dizájnernek vagy formatervezőnek van egy jellegzetes irányvonala, a Genta is mindig felismerhető, hogyha egy órába belenyúl. Na most a 70-es években volt a kvarcvás. Bocsáss meg, mielőtt belekezdesz a kvarcválságban, ez egyik legérdekesebb sztori. Nem, nyugodtan. Igen. De hogy azt mondtad, hogy acél luxus óra. Igen, ha jól érzem, ez ide fog vezetni. Igen, az ipar már túllépett azon, hogy a luxus órának feltétlen platinából, aranyból vagy titánból kell lennie. Nem, pont, hogy nem lépett túl, hanem pont, hogy az iparnak az az ága, az kezdett megsemmisülni. Uh-huh. Ez volt a kvarcválság. Amikor a keletről érkező olcsó kvarc, tehát elemes órák elkezdték egyre népszerűbbek lenni, és egyre lejjebb nyomták a népszerűségét a mechanikus óráknak. Mindegy, hogy most olcsóról, középkategóriáról vagy drágáról beszélünk, és ebbe az érába indult el ez a fajta dizájn, amikor azt akarta megmutatni a gyártó, hogy tudnak ők olyat csinálni, ami különleges és drága, és nem is aranyból van. És amikor volt egy ilyened, akkor azzal azt tudtad mutatni, hogy nekem drága acél mechanikus órán van. Uh-huh. Tehát gazdag vagyok. És aztán a Carlo Crocco, aki az MDM Genevet alapította, aki a Rocco Siffredi után a második legpornósabb nevű ember a Földön, szerintem Carlo Crocco. Tudod, hogy hívják a francia Pompidou központ egyik tervezőt? Nem. Renzo Piano. Nagyon szép. Ennél pornósabb neve, nem tudom. Akkor ők összegyűlhetnének egy társaságba. Na, ő mondta azt, hogy oké, hogyha már nem tudjuk eléggé mutatni a kikötőbe, hogy mennyire gazdagok vagyunk, akkor mi lenne, hogyha egy aranyórára tennénk egy gumiszíjat. A gumiszíj az a sportosság jele, az aranyóra az pedig a gazdagságé, és ezzel tudjuk azt mutatni, hogy mi akkora menők vagyunk, hogy még a jachtunkhoz is, vagy a golfklubba, vagy bárhova aranyórába megyünk, de nem bőrszíja, mert az elázik, vagy beleizzadsz, hanem a gumiszíj. Tehát ez egy ilyen flagma valami volt. De a 80-as, 90-es években egyébként, hogyha visszamegyünk így dizájnban, akkor nem ritka az, hát nézd meg egy Miami Vice-t. Nem ordítanánk a mai világban, hogy úristen, mennyire férfiasak ezek az emberek. Na látod, pedig akkor az volt a férfiasságnak a megtestesítője. Jó, az is egy erős állítás, hogy a Ferrari nem piros, hanem kokainfehér. Hú, szép! Akkor az a lényeg, hogy az Audemars Piguet napjainkra ott tart, hogy elsősorban csak a Royal Oak mint kollekció tartja őket életben, jó magasan tartja őket életben, de ezt úgy vett, hogy kitörlik az összeset. Tehát kitörlik a nem gyárt más semmit. Csuklón hordható karóra szerkezetet építettek bele, vagy csináltak egy dedikált szerkezetet? Nem, ez egy rendes, egy olyan, amihez adtak talán egy gumi vagy bőrszíjat, és egy gumiszíjat, vagy acélt, tök mindegy,
és az benn van egy bőrtasakban, aminek külön helye van az ajtókárpitban. És hogyha úgy döntesz, hogy ki akarod venni ebből a külön az óra dizájnjához épített foglalatból, akkor rá tudod csatintani egyből a szíjat, és tudod hordani. De ez annyira nem különleges ez a karóra, mint a Vacheron. Plusz szerintem az Audemars Piguet egyébként terveztek egy ilyen tök szép rózsával gravírozott, mondjuk úgy érmét. Ez azért van, mert az autót megrendelő családban az anyukának ez volt a kedvenc világa. Azért, hogy amikor kiveszed az órát, akkor ha felveszed, akkor ne tátongjon ott valami, hanem ugyanaz az a design schéma megmaradjon. Hát onnan látod, hogy egy Mercedes nincs jól extra, ez volt sok az ilyen vakkapcsoló. És ide is kellett volna tervezni egy ilyen vakkapcsoló műanyagot. Így van. Egyébként ez ugye a Royal Oak Concept kronográf. A Concept egyébként nagyon sok esetben már egyébként forgalomba került pár darabos szériákat mutat be, amik először jelennek meg. Legalábbis láttam már bőven konceptet a Royal Oaktól, amit aztán láttam élőben és eladóként. Ellenállhatatlan vágyat érzek az iránt, hogy egy G-Shockot bepattintsak a Mazda műszerfalba. Megoldható. Nyilván, ez egy darabonként 25 millió dolláros autó. És hogy mekkora... Abba is szólni, ez neki ilyen G-Shock. Mekkora részét teszi ki ennek nagyságrendileg az óra? Most nyilván tudom, hogy szeparált különárat nem... Én azt néztem, ugye a Vacheron Constantinban az a különleges, hogy a Vacheron Constantin pár évvel ezelőtt megcsinálta... Bocsánat, még az Audemarsnál tartunk. Tudom, hogy már nagyon mennél, de... De ne tér ki a kérdés. Nekem az Audemars Piguet az pontosan egyébként abba az irányba vezeti el az egészet, mint amit említettél, hogy pont nem annak a célközönségnek készül a droptél. Persze, de akkor De a Royalok meg még mindig inkább az a célközönség szerintem, hogyha így óraként nézzük, sem mint a Rolls-Royce lesz maga, mindegy, ők ezt kérték. Szerintem, hogyha az Audemars Piguet árazását nézem, akkor ilyen 1 millió körül. Dollárban? Igen, igen, igen. És ez az olcsóbb óra. Igen. Ezeket nem lehet megnevezni, hogy mennyibe kerülnek. Az Audemars Piguet-nek az árazása az sokszor nincsen arányban azzal, hogy az mennyire jó óra vagy nem. Ezért nehéz ezt megtippelni. A Rolls-Royce árazása. Valahol fél és... egy nagyon jó autó, de nem 25 millió dollár. De a Vacheronnál meg lehet tippelgetni azért, meg szerintem ilyen fél és 1 millió euró között, vagy dollárt. Mindegy. Viktor, tovább mehetnénk a Vacheronra? Köszönöm. Anti, mondták, hogy jó veled beszélgetni? Nem. Nem csodálom. Ez már egy sokkal szebb, ebbe az az érdekes egyébként. Bocsánat, ez a másik autóba készül, ugye a két eddig ismert specifikációból ez a másik. A Armillary Tourbillon. A Tourbillon az ugye egy műszaki megoldás, majd erre is térjünk ide. Kérlek, helyezd képbe, hogy miért néz ki úgy, mint egy klasszikus topper. Nehogy az, vagy nem? Nem. Nem. Ez csak úgy néz ki, de nem. Itt a zsebóraságot akarták inkább szem előtt tartani, ami abban nyilvánul meg, hogy felhasználták az 57-260-as kalibert, mint alap. Az az érdekes az 57-260-ban, hogy amikor pár évvel ezelőtt a Vacheron is beszállt abba a versenybe, hogy megmutatják, hogy ők mennyire nagyon komplikált szerkezetet meg órát tudnak gyártani, akkor ez volt az alapja annak a zsebórának, ami egyébként viselhetetlenül nagy volt, tehát tényleg mint egy hokikorong, és 48 vagy 50 valahány különböző funkciója volt, de olyanok, hogy hébernaptár, öröknaptár, úszálymutató stopper, holdfázis, a valódi időtelése, tehát az equation of time. Ezek mind olyan dolgok, mint mondjuk, amikor csinálnak egy 400-zal menő autót. Tehát, hogy semmi szükség rá, de a mérnökök meg akarják mutatni, hogy képesek rá. Én csak azért gondolom, hogy más, mert a 400-zal menő autóban egy dolgot kell nagyon jól tudni csinálni, erős legyen és tapadjon. Most így nagyon leegyszerűsítettem. Itt pedig minden egyes különböző funkció, egy különböző teljesen érdekes megoldás. Inkább, mintha fognál egy autót, ami tud 400-zal menni, de 7 személyes, hátsó kerékkormányzásos, olyan rugózás van alatta, hogy bármit kisimít. Uh-huh. Tehát amikor mindent belegyúrsz egyetlen egy autóba, és akkor azt mondod, hogy ez a mi quintessenciális művünk, ez az az alapszerkezet. Akkor az a turbionos megoldás, ami ugye a gátszerkezetre vonatkozik, ami ketyeg gyakorlatilag egy órában. A turbionra tudtam, a zsebóráknál volt szükség, mert azok jellemzően egy pózban álltak. Így folyamatosan, van, ennek az volt a lényege. Olyan mechanikai terhelést adott a rugónak? Igen, a hajszárugónak. Ennek az volt a lényege a turbionnak, hogy az körbe-körbe forog, tehát a billegő alapvetően egy hajszárugó, ami megfeszül az egyik irányba, aztán átmegy a másik irányba. Mindig, amikor a végéhez ér, akkor ketyeg egyet, és akkor így jön ki, hogy tik-tak. Ez most a mechanikus óra szerkezet. Minden három éves gyereknek üzenjük, aki nem tudja, hogy működik az óra, így. A gravitáció erre az egész billegőre, amiben benne van a hajszárugó, erre hat. És a zsebórák, mivel jellemzően egy pozícióban voltak, és az a zsebben volt, mondjuk mellény zsebben, ezért ott egy olyan megoldással próbálták ezt kiküszöbölni, hogy nem csak jobbra-balra tikkel, hanem még körbe is forog. Uh-huh. Ez a turbion, ami amúgy azt jelenti, hogy forgószél. Na hát. És egyébként egy rendkívül látványos valami. Jelen, tehát napjainkban egyre inkább az óraiparnak ez a legfőbb szemcukorkája.
Eye candy. Nem akartam, de összeraktam sajnos. Ez a legdrágábban eladható valami, és egyébként egy nagyon erős trend az elmúlt 5 évben az, hogy már minden beraknak Tourbillon, de annyira, hogy mondjuk a Frederick Constant, ami egy középkategóriás márka, svájci, de most éppen a Citizen csoport kezébe van, tehát úgy japán irányból, már ők is megcsinálták. Már mindenki megcsinálja a maga Tourbillonját, mert egy adott óra eladható 30-szor annyira, mint amennyit sima gátszerkezettel ér, csak a Tourbillon. De hogy a Tourbillonra nincs szükség egy nincs szükség, órára, hiszen nincs. A kezed az, mondom, ha csak nem haltál megviselés közben, akkor jellemzően egy több. Amire lenne szükség, az a több tengelyes Tourbillon, mint például a Jaeger Le Couture csinálta. Autóiparból szintén ismert gyártó. Igen, Jaegerként szokták emlegetni. Igen. Műszerfalakon lehet olvasni. 15 évig mondtam, hogy Jaeger Le Couture, de... Semmi baj. Egyébként mindenki mindenhogy mondja, és amikor voltam nála úgy ellátogatásra régen, akkor megkérdeztük a Dirit, hogy kell mondani, és azt mondta, hogy neki tök mindegy, csak mondják ki. Azt akartam mondani, igen, hogy talán az az ember, aki azon szeret problémázni, hogy bizonyos óragyártók nevét hogy ejtik ki... Ő valószínűleg nem törzsvásárló. Egy akadékoskodó hülye is nem érdeklik az órák. No, és visszatérve, nekik volt egy olyan, hogy Giro Tourbillon, ami minden irányba mozgott, igen. És több irányba, és annak már van értelme, mert ott minden pozícióban van a billegő, mint a gátszerkezet, és ezért, ahogy hordod, így ugye akkor is minden pozícióban van az óra, és ezért minden pozícióban a gravitációs hatásokat kiküszöböli. De az egy annyira összetett és annyira bonyolult szerkezet volt, hogy az csak ilyen, az tényleg koncept. A Vacheron Constantinban egy habókos kitérő után tehet, igen. Egy kéttengelyes turbion van, ami azt jelenti, hogy nem csak egy irányba forog, hanem egy másikba is. Tehát azért ez már alkalmasabb lenne viselésre. Ez a szerkezet eredetileg egy háromtengelyes turbionnal készült. Ez azt jelenti, hogy három különböző irányba forgott. Egy perc alatt tette meg mind a három ketrec belül a kört. És az az érdekes, hogy amikor háromágú volt, akkor a háromágúval, most a kétágúval csinálták meg, hogy minden percben egy pillanatra látszik, ahogy elhaladnak egymás fölött, és akkor a máltai kereszt mintáját alkotják, ami a Vacheron Constantinnak amúgy a logója. Azt akartam kérdezni, hogy most ezt így, ahogy elmagyaráztad, szinte érthető és szinte követhető, de hogy meglegyen léptékében ez egy ilyen nagyobb acska csicseri borsó méretű alkatrész. Igen, és tehát ami az a három forgó ketrec egymásban, ez térfogatban nem nagyobb, mint egy közepes üveggolyó. Ez fele akkora, mint a kis ujjadnak az utolsó új percen. És ami még érdekes ebbe, hogy a hajszárugó az általában egy lapos valami, igen. Ami egy tengelykő így fel van nagyjából tekerve, úgy lehet egyszerűen elmondani. Na most ebben egy úgynevezett cylindrical hairspringet alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy ilyen cilinder formája van. Tehát nem egy sík hajszárugóról van szó, ami egy kakaós csiga gyakorlatilag, hanem olyan, mint egy kürtös kalács. Ez nagyon, nagyon ritkán használt macerás megoldás, elképesztően szép megoldás, mert nem ugye kakaós csiga, hanem kürtös kalács, tehát jön fel, és fönt van egy végpontja, és ez az egész mozog, és úgy tiktak. És ugye, mivel ez egy kéttengelyes turbia, ezért ez nem csak így mozog, hanem még körbe is. Eszméletlen látvány. Gyönyörű, és ez teljesen megértem. De ezt nem nagyon fogod a csuklódon hordani, ebből egyébként készült egy karóraként is hordható változat pár évvel ezelőtt 2020-ban, ami egy 44,5 mm-es tokba került bele, az egy aránylag nagyobb tok, tehát aki szereti a dízel órákat, az azoknak kicsi, de akik úgy általánosságban egy... De a többi normális embernek. Igen, nekik egy picit nagy. És akkor ezt most megcsinálták erre a szerkezetre, meg erre a megoldásra alapozva, ugye kéttengelyesként ide. Ami még érdekes, hogy ugye ezt ki lehet venni, és zsebóraként el tudod vinni magaddal. Ez tök jó, csak nincs hozzá lánc. Egy tokba kell belerakni, és úgy tudod hordozni. Plusz nagyon nagy, mert ha jól olvastam, ez is ilyen 44 mm körül van. Tehát nagy. Nagy. Az olyan, mint hogyha egy... Felteszem, mivel itt rugókról beszélgetél, ezek mechanikus órák. Abszolút. Tehát akkor én reggel beülök, arról alszomba, felhúzom a műszerfalon lévő. Na ez a gond. Én nekem semmi olyan a klasszikus mechanikus felhúzós órákkal, de ha nem, már az egy kiszertartás. Ekkora luxusban élek, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy jó, akarhatok szertartani ennyire, de nem, én nem szeretnék. Én, nem, tehát akkor az autónak még az ajtaja is motorosan húzódik be. Akkor fel kell húznod a műszerfalban levő csiliárdokba kerülő órát, ami csak neked készült. Pontosan, és... De hogy nincs erre valami megoldás? Tehát például, ha jól tudom, amikor a Bentley ilyet árult a Bentaygához, az mi is volt? Automata volt. Az egy automata óra volt. Ott megforgatja egy mechanizmus az órát, és mivel az automata órának az a lényege, hogy a szerkezet hátulján van egy mondjuk úgy röpsúly, úgy hívják, hogy rotor, ami ahogy forog. Várj, Viktor! Tehát van egy mechanikus órám, van egy mechanikus tudok felhúzni, hogy megforgatom. Igen. És ezért van benne egy elektromos szerkezet, ami megforgatja az órát, hogy felhúzza. Igen. De miért nem lehet, hogy az elektromos szerkezet felhúzza az órát? Alapvetően... Kvarc óra vid extra steps? Amúgy igen. Én, ahogy olvasgattam ezután, nem találtam arról infót, sehol leírva,
hogy ez magától felhúzná magát. Nézd, Snoop Dognak van egy embere, aki csak azért felel, hogy megtekerje a joint-ot. Így van, én biztos vagyok benne, hogyha 25 millióért veszel egy rosszat, akkor ahhoz mellé kell neked egy embert, aki reggelente felhúzza neked az órát. Nem tudom elképzelni, hogy máshogy, de nem. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy amikor mondjuk érzi az autó, hogy közelében van a kulcs, ilyen luxusnál ez már megoldható lenne. A Priusom is tudja. Oda sétálok a Priusom az éjszaka és világít. Édes Isten. Felteszem, a Rolls is tudja 25-ért. Akkor mondjuk befordulna az óra, ahogy befordul, akkor ott lenne valami, ami felhúzza teljesen, mert tudná, hogy meddig lehet teljesen húzni, és mire te már kinyitod az ajtót, addigra mondjuk vagy begyújtásra rakod, vagy nem tudom, ezek az autók hogy működnek, addigra visszafordulna rendesen, és fel lenne húzva, ugye 50 pár, talán 58 óra a járástartaléka, tehát egy felhúzással 58 órán keresztül fog járni. Ezt megcsinálhatnák, de én nem olvastam, hogy ilyen lenne benne, meg szerintem nem csináltak bele ilyet, mert ez meg már így is, ahogy olvastam, hogy milyen komplex módon mennyi ideig tervezték azt a mechanizmust, ami, hogyha kiveszed, befordul, akkor is szép legyen, és csöndes legyen, és nem tudom. Mik az érzéseid ezzel az órával kapcsolatban? Így zárszóval. Egyértelmű, hogy mondtad a stopper, de igazából ez nem stopper, hanem retrográd, ami azt jelenti, hogy az óra és a percmutató is nulláról indul, ugye bal oldalon, tehát ez egy félkör. Nem megy körbe, hanem amikor eléri a félkörnek a végét, a 12 órát, akkor egy teljesen mechanikus áttétele visszacsapódik nullára. A Szerik kínál hasonlókat, viszonylag nagy tételben, jó árasítva. Meg az egész világ. Tehát minden, nagyon sok márkának van majdnem mindegyiknek retrográd órája, de ez annyira nem különleges, mert ahogy mondod, ez pár százezer forintért is magadévá teheted. Itt a turbion a különleges, a kidolgozás különleges, az, hogy a csapágylemezeknek a finisírozása, meg a színe az mind úgy lett kiválasztva, főleg a színe, hogy passzoljon az autóhoz. Igen. Tehát tényleg egy különleges valami. A pólóthoz is, ahogy látom a képeket. Ugye? A végén kiderül, én vagyok a megrendelő, olyan nehéz eljátszani a csórót. Hogy ezt az órát lehet-e forintosítani az autón túl? A Karóra verziója sem volt beárazva, de nagyjából ilyen 500 000 euró környékére mondták, lehet dollár is, meg frank is, mindegy. De az 2020-ban volt, ha jól emlékszem, és azóta exponenciálisan növekedtek a svájci órák árai, úgyhogy szerintem ez egy 1,5 millió. Dollár, igen. Frank, euró. Valami, igen, valami szerencsésebb pénz, nem? Tehát nagyjából olyan 500-600 millió forint. Na most ennek, most ez nyilván itt soknak tűnik. Nem soknak tűnik, ez sok. Nem, de az autót 30. 25. Apró pénz. Szóval, hogy ők tudnak nagyon elvetemű dolgokat, és amíg az óragyártásban van egy 10-20-30-40-50 milliós réteg, ami alatt ez még nem annyira látszik, vagy ott kezdődik el látszódni, addig rájutunk ezekhez a különleges dolgokhoz, ahol ugye már csak azt fizeted meg, hogy ezek az emberek kizárólag neked készítenek valamit. Érthető. Ezzel szépen össze is foglaltad, mert ez az autóra is, meg az órára is igaz. Igen. Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél szakérteni. Remélem, hogy legközelebb is sor kerítünk erre, hogyha esetleg megjelenik a harmadik, meg a negyedik ilyen rossz. Mindenképp. Reméljük, nem kerül sorozatgyártásban, akkor nagyon sokat kell majd itt ülnöd. Minden esetre iratkozzatok fel a Kronométerre, és iratkozzatok fel hozzánk is, aztán hamarosan folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!